Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Kóródi Csaba vagyok, és a mai Teslás epizódban azt szeretném számotokra bemutatni, hogy ha vesztek bármilyen Tesla modellt, akkor az okostelefonunk segítségével milyen kényelmi funkciókat kapunk meg, illetve milyen adatokat tudunk kinyerni a telefonunkból, akár úgy is, hogyha otthon ülünk a kanapén. Úgyhogy tartsatok velem, hogyha érdekel benneteket ez a videó, illetve lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és a feliratkozás gomb mellett ott van a kis harang, ha azt megnyomjátok, akkor pedig mindig fogtok értesítést kapni arról, hogyha feltöltök ide a csatornámra egy új videót. És úgy terveztem, hogy 10 dolgot bemutatok az applikációban, amit vagy azt látom, hogy majdnem minden nap használok, vagy hogyha nem is használom, akkor viszont nagyon jó, hogy benne van, mert megkönnyíti a mindennapjainkat, vagy sok időt spórolhat számunkra. De még mielőtt bemutatnám ezt a 10 dolgot, igazából csak annyit szeretnék elmondani, hogy miért csinálom ezt a videót. Hát ugye volt a Tesla előtt egy Nissan Leafünk, és már ott is volt egy olyan lehetőség, hogy applikáción keresztül lehet irányítani, meg adatokat kinyerni az autóból, viszont az van, hogy ez borzasztóan lassan működött, legalábbis a Teslához képest, mert itt szó szerint azt tudom mondani, hogy ha megnyomom azt, hogy fűtsön elő, akkor azonnal bekapcsolja a légkondit. Még a Nissan Leafnél ez durván olyan 30-40 másodperc volt, mert nem interneten keresztül kommunikált, hanem valami SMS-es megoldással ide-oda küldözgetett SMS-t, igazából lényegtelen is. Az a lényeg, hogy borzasztóan lassú volt, és vagy elindult, vagy nem. Itt viszont egy teljesen más platformra épül az egész, és az egész autó és a mobil is ugye online van, így azonnal tudnak kommunikálni. Ettől függetlenül én azt is szerettem, mert már volt benne egy ilyen funkció, tehát amikor működött, akkor viszont nagyon-nagyon jó volt és nagyon hasznos volt. Na de akkor vágjunk bele az alkalmazásba, és mielőtt még belemennék ebbe a 10 dologba, hogy mi az, amit használok, azért alapdolgokat szerintem érdemes letisztázni. Csak a ti kedvetekért kibontottam az autóhoz járó kártyát, amivel lehet zárni, csukni, meg mindent is csinálni vele. Igazából ez az autónak a kulcsa, kettő ilyet adnak ugye hozzá a megvásárlásakor, és az van, hogy mi ezt még egyáltalán nem használtuk, mert amikor én átvettem az autót, akkor azonnal az alkalmazást kezdtem el használni, és a mai napig ezt használjuk a feleségemmel, úgyhogy azt lehet mondani, hogy telefonunk a kulcsunk, tehát applikáció nélkül már is nem tudjuk használni az autót, hogyha nincs nálunk a kártya. Ez az alap. És majd kiteszem nektek ide jobb oldalra a képernyőt, és ne lepődjetek meg, hogy itt 5 darab ilyen opció vagy lehetőség van, hogy 5 vezérlést tudunk ide beállítani. Valójában, amikor feltelepítjük az alkalmazást, akkor csak 4 lehetőséget kínál fel a Tesla, viszont be lehet ide egy ötödiket is szúrni, és akkor egyel több opciót érünk el így gyorsba. Illetve ami még hasznos lehet, bár én nem használom, mert a Tesla fórumon azt mondták, hogy ez merítheti az autót, az az, hogy a kezdő képernyőre ki tudjuk tenni, nem is tudom, ezt a widgetet, és akkor itt is elérhetőek a gyors alkalmazások, illetve gyors funkciók az autóval kapcsolatosan. Amit még érdemes megemlíteni, és ez abszolút nem a mindennapoknak a jósága, meg igazából azt lehet mondani, hogy az alapvető működéshez ez nem is kell, de olyan apróságok vannak ebbe az alkalmazásban, mint amikor például, hogyha megy az autó, akkor gurul a kerék, meg látszik, hogy fékez valaki, meg hogy milyen zenét hallgat az adott sofőr, meg keréknyomást lehet ellenőrizni, meg ilyen dolgokat lehet benne ellenőrizni, ami azt lehet mondani amúgy, hogy majdnem, hogy haszontalan, de úgy mégis egy olyan élményt ad, hogy ez nagyon ott van, és nagyon online, és nagyon, nagyon high-tech egyébként. Tök mindegy, hogy ezt Androidon vagy iPhone-on használjuk, mind a két platformon egyébként működik. És van még egy nagyon-nagyon fontos része ennek az alkalmazásnak, amit bár én tényleg kétszer nyitottam meg, ettől függetlenül, aki használtan szeretne Teslát vásárolni, annak nagyon-nagyon fontos lesz. Ez pedig az alkalmazás aljában van egy olyan, hogy műszaki jellemzők és jótállás. Itt 2 darab fület találunk, az egyiken azt találjuk meg a műszaki jellemzőknél, hogy az autót újkorában milyen specifikációval adták el, hánycolos kerékkel, meg mindennel, fekete vagy fehér ülésekkel, meg minden ott van egyébként, amit szeretnénk látni. A másik oldalon, vagy másik lapon pedig ott van, hogy melyik garancia meddig érvényes, illetve mikor indult el, úgyhogy igazából aki használt autót vásárol, annak ezt kell lecsekkolni, hogy a garancia az meddig érvényes, ha egyáltalán érvényes, és akkor mindent megtudunk róla, mert használt autón nagyon sok esetben megjelenik, hogy vezetett szervizkönyv, meg ilyenek, ami full kamu, ne is higgyetek neki, hogy használtan szeretnétek Teslát vásárolni, nincs az autó szervizkönyv, tehát ne írjátok már ki, hogy vezetett szervizkönyv, mert akkora átverés, meg ez ugyanaz, mint a nem dohányzó hölgytulajdonostól, garázsban áll, és még sorolhatnám,
Nem. Tehát kampó az egész. Na de mindegy, ezt hagyjuk, és ez egy külön videót egyébként megérne, ezek az autó hirdetések, mert ilyenek majd lehet, hogy lesz is, de szerintem térjünk rá inkább a fő témára, hogy mi az a 10 dolog, amit vagy használok, vagy fontosnak tartok, hogy benne van az alkalmazásban. Az első, ugye nyár van, most is itt állok egy fa alatt, de mindjárt ide fog tűzni a nap, az az előhűtés és előfűtés, ami szerintem fantasztikus már, hogy van az elektromos autókban, nem csak a Teslában, nem mindegyikben, de tényleg én ezt nagyon-nagyon sokat használom. Ugye télen még nem volt meg az autó, illetve februárban nem nagyon volt rá szükség, hogy előfűtsük az autót, viszont most megérkezett a nyár, és ugye mivel az egész tető üvegből van, ezért nagyon gyorsan fel tud melegedni az autó, nagyon-nagyon hasznos, hogy előre le lehet hűteni, ezt lehet időzítve is, és lehet manuálisan is, mind a kettő szuperül működik. A második dolog, ami nagyon-nagyon tetszik az egész szisztémában, az, hogy van egy ilyen beépített navigáció tervezés, amit megtervezel egy útvonalat igazából a telefonodon, és ezt rá is lehet küldeni az autóra, úgyhogy itt már a nagy képernyőn nem kell pötyögni akár vezetés közben. Például én csináltam olyat, hogy a feleségemmel telefonáltunk, és mondta, hogy valóban el szeretne menni, és akkor vezetés közben neki nem kellett bepötyögni, hanem én otthon telefonon keresztül gyorsan beírtam a címet, és ráküldtem az autóra, és őt már azonnal oda navigálta. Ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog egyébként szerintem, de hogyha egy hosszabb távra szeretnénk menni, akkor úgy tervezni meg az útvonalat, hogy a Superchargereket útba ejti, és akkor ott már láthatjuk azonnal, hogy hány töltés, illetve megálló szükséges a cél eléréséhez. Azt is megmutatja, hogy hol töltsünk egyébként Superchargeren. Ha a térképen belül rámegyünk egy Superchargerre, ott lehet látni különböző adatokat, például, hogy hány töltőállomás érhető el, mi a maximális töltési sebesség, mennyire foglalt a töltő ebben az időszakban, milyen töltési díja van, esetleg még képek is vannak beszúrva az alkalmazásba, illetve van még egy, ami most még így eszembe jut, az, hogy az alján ott vannak, hogy pontosan milyen szolgáltatások érhető el e körül a töltőpont körül, és szerintem sokan ez alapján fognak választani töltőállomást, mert hogyha nem tud elmenni WC-re a sofőr, akkor keres egy másikat. Úgyhogy ez a navigációs rendszer, meg ez a ráküldöm a kocsira, meg a Superchargereket tudjuk ellenőrizni, szerintem ez bitang jól működik. A következő pont, amit szoktam nézegetni, de abszolút csak kíváncsiságból, az a töltés és statisztikák. Itt meg lehet nézni havi szinten, meg éves szinten lebontva, hogy mennyit töltöttünk, azt is meg lehet nézni, hogy otthon, Superchargeren, munkahelyen vagy egyéb helyen mennyit töltöttünk. Ezt nyilván arányaiba is megmutatja az autó, illetve kilovattonként is ki tudja mutatni. Ez csak úgy félig meddig pontos, mert van benne egy olyan funkció, hogy ha benzines autónk lenne, akkor ahhoz képest mennyi a megtakarításunk. Alapvetően ez még működhetne is, csak a benzinár az nem mindig pontosan van egyébként benne, ahogy nézem. Tehát amikor 560 forintos literenkénti benzinár van benne, de amúgy meg 600 forint körül van egy liter benzin, akkor ez nem a valós képet adja vissza. De ettől függetlenül érdekes ez a statisztikai rész. A következő, amit így átgondolva szoktam még használni, amikor beállok egy Superchargerre, akkor elég sokat szoktam nézni a telefonomat, mégpedig azért, mert lehet látni, hogy hány százalékon van az autó töltés közben, hány kilovattal tölt, ez csak úgy érdekesség, és mennyi idő van hátra. Ez azért fontos, mert a Superchargereken körülbelül egy fél éve, vagy nem is tudom, lassan egy éve hoztak egy szabályt, mégpedig az, hogyha 100%-ot eléri az autód, és te még akkor is rajta hagyod a töltést, akkor 400 forintos percenkénti díjat kell fizetni, azért, mert foglalod a többiek elől a töltőhálózatot, úgyhogy ez percenként 400 forint lehet, tehát szuper egyébként, hogy a Superchargerek viszonylag olcsók, de itt, ha egy fél órát túlhúzzuk a bevásárlást például, akkor meg tud nőni a költsége az egész tranzakciónak. Úgyhogy ez úgy érdekes lehet. Az ötödik, az egyik kedvencem, ez pedig a Sentry mód. Ezt szoktam is egyébként elég sokat használni, leginkább akkor, amikor nem vagyunk otthon nyilván az autóval. Az a lényeg, hogy amikor parkol az autó, akkor élőképben rá lehet nézni az autóra. 7 darab kamera van kívül, azt lehet mondani, hogy 360 fokban majdnem körbe lát az autó, és hogyha bármi kár keletkezik, akkor ráadásul ezt az eseményt fel is veszi az autó, illetve rögzíti egy pendrive-ra, úgyhogy okos az autó, mert hogyha bármilyen esemény történik, akár csak benéznek az autóba, vagy megpróbálják a kilincset kinyitni,
akkor már azt azonnal felveszik, sőt, hogyha közel sétálnak el hozzá, akkor is. Illetve appon keresztül a 7 kamera képébe bármikor belenézhetünk, egyetlen egy hátulütője van, ha jól tudom, van ebbe egy napi korlát, ami 15 perc, de hát nem 15 percig akarom én nézegetni ezt, csak rá akarok kukkantani az autóra, hogy minden rendben van-e, és nyilván amikor beülünk, akkor pedig jönnek az értesítések, hogy történt valami az autó közelében, és meg lehet itt azonnal a nagy kijelzőn nézni, hogy valaki esetleg valami kárt okozott az autóba, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem nézni, illetve használni, rá szoktam kukkantani időnként, mondom, hogyha valóban elutazunk és őrizetlenül marad az autó. A következő pont az a helymeghatározás, és ez nem egy olyan hú de nagy dolog, mert ez mindegyik okostelefonban benne van ma már, és nyilván nem is ezt szoktam egyfolytában nézegetni. Nekem ez abban az esetben fontos, amikor a feleségem hozza haza a kislányomat a bölcsiből, és látom, hogy 3 perc múlva otthon vannak, és megbeszéltük, hogy valahova megyünk tovább, akkor én 3 perc múlva elkészülök, és már a kapuba várom őket. Valahogy nekem az iPhone-on például ez a lokátor ez nem működik jól, nagyon keveset frissít, meg nem pontos, meg nem tudom. Ehhez képest a Tesla abban nagyon-nagyon pontosan lehet látni, hogy most hol is vannak az adott pillanatban, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. A 7. a csomagtartó nyitás, ami félig meddig kényelmi funkció csak, nyilván tök hasznos tud lenni, hogyha sétálsz ki a bevásárló központból és már nyitva van a csomagtartód, viszont a hátsó csomagtartóval szemben az elsőt nem tudod kézzel nyitni, ott két lehetőséged van, vagy appon keresztül nyitod, vagy az autónak a kijelzőjén tudod kinyitni, nincs más opciód. Úgyhogy a hátsó csomagtartó tekintetében ez egy kényelmi funkció, az első csomagtartónál viszont csak így tudod kinyitni, hogyha kint vagy az autón kívül. A 8-as pontra még nem volt példa, és nem is használtam még ezt a funkciót a feleségemen kívül természetesen, de alapvetően, majd hogyha megyünk nyaralni, sőt most már 3 hét is megyünk az EB-re, és nyilván többen is fogunk vezetni, akkor igenis nagyon-nagyon hasznos, hogy át tudom adni, illetve meg tudom osztani az autót, más személyeknek is, és ez így saját beállításuk lehet, és bármikor használhatják, és nem az én profilomat kell, hogy használják, hanem sajátot használhatnak. Ez egy nyaraláson például szerintem nagyon hasznos, hogyha lent vagyunk a tengerparton, és az én telefonom lemerül, akkor bármelyik másik telefonnal el lehet indítani, akinek van hozzáférése, és én ezt használni is fogom. Igazából annyira van szükség, hogy a másik user, akinek átadom az autót, annak legyen letöltve az alkalmazása, illetve legyen regisztrálva a Tesla abban, mert onnantól kezdve én bárkit meg tudok hívni az autóhoz. Úgyhogy ez nagyon hasznos tud lenni szerintem. A 9-es számomra nem annyira fontos, viszont nagyon-nagyon jó, hogy benne van az alkalmazásban, ez pedig a töltési előzmények követése. Ez azért hasznos, mert utólag is meg lehet nézni, mikor, hol töltöttél, mennyiért töltöttél, le lehet kérni PDF-ben a számlát, ki lehet küldeni e-mailben, tehát hogyha véletlenül ez való elkavarodik, az mindig ott lesz, hogy te mikor, hol töltött, és egy PDF-be már le is tölthető, illetve kiküldhető, úgyhogy szerintem ez hasznos tud lenni. A 10-es pont, ami szerintem az egyik Jolly Joker, az nem lehet más, mint a szervíz. És bár nem kellett még használnom, hála Istennek, és remélem, hogy nem is kell, de nagyon-nagyon sokan hiszik azt, hogy a Teslákat soha nem kell szervizelni, illetve nem romlanak el. Sőt, a 0. pontban inkább azt említeném meg, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy nincs is Tesla szerviz Magyarországon, hanem Bécsbe kell kivinni, ami régen így volt, de már nem is tudom, 3 éve, vagy nem tudom pontosan mennyi ideje, van Budapesten szervize a Teslának, és mindent tudnak javítani. Úgyhogy én ezt nagyon hasznosnak tartom, hogy igazából ki kell választani, illetve be kell pötyögni, hogy milyen problémád van az autóval, és felveszik veled a kapcsolatot, egyeztetnek egy időpontot appon keresztül, és nem kell telefonálgatnod, vagy eléred a szervizt, vagy nem, aztán ha nem éred el, akkor ők visszahívnak. Ez nem, nincs ilyen a Teslánál. Régen nekem volt ilyen, a Toyotánál volt, hogy nekem hívni kellett, aztán én nem értem el őket, visszahívtak, én nem vettem fel, és akkor ment a keresztbe telefonálás, a Teslánál nincs ilyen, hanem minden appon keresztül van intézve, sokkal egyszerűbb szerintem, és itt konkrétan időt és energiát spórolunk meg azzal, hogy ezzel nem kell foglalkoznunk, hanem jönnek az értesítések a telóba, hogyha a szerviz válaszolt. Na hát ez volt az én 10-es listám, amit úgy használok, vagy fontosnak tartok, hogy benne van az alkalmazásban, viszont biztos van még valami, amit én kihagytam, úgyhogy nyugodtan írjátok le kommentben, hogyha valamilyen kardinális dolgot hagytam volna ki, illetve írjátok le nyugodtan azt is kommentben, hogy mi az, amit hiányoltok az alkalmazásból, és örülnétek, hogyha lefejlesztené a Tesla. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kommentek fognak jönni.
meglátjuk. De még egy valami, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok ezt a videót, és találkozzunk a következő videómban. Sziasztok!